Több mint másfél év után a komáromiak ismét közlekedhetnek és parkolhatnak a felújított Kossuth téren, melyet számos probléma után ünnepélyesen adtak át. Az 1 millió 600 ezer euróért felújított tér nem csupán a gyalogosokat, hanem az autósokat is megörvendezteti, hiszen mivel uniós pályázatról van szó, 5 évig ingyenes lesz itt a parkolás. V roku 2009 sa začali tieto projekty, ale práce sa začali až na jar 2011, kde boli výkopové práce. 2009-ben kezdődött a projekt, ám a munka állatok csak 2011 tavaszán indultak meg, amikor is ásatási régészeti munkák zajlottak, és nem úgy haladt a felújítás, ahogy kellett volna. A befejezés első időpontja 2012 áprilisa volt, ám ez nem volt betartható, így hát tolódott az egész. De a többi terminusról személyesen tárgyaltam több helyen, és azok engedélyével, akik anyagilag támogatják a felújítást, tolódott ki a munkálatok befejezésének időpontja. A költségek 85%-át az Unió adta, 10%-ot az Európai Régiófejlesztési Ügynökség, 5-öt pedig a város biztosított. Tehát minden időpontot, csúszást megtárgyaltunk az illetékes hivatalokkal, a várost nem érik szankciók. Mesto nemá z toho žiadne sankcie. Okrem toho, že je to zriadenie tohto námestia sú v centre, okrem oddychovej časti a parkovacie je tu 150... A felújított téren a pihenésre alkalmas park mellett 157 ingyenes parkolóhely is van, mivel uniós projektről van szó. Remélem nyáron még szebb lesz a tér, amikor virágosabb, zöldebb lesz. Víz is van itt, a gyerekek játszhatnak, és remélem, hogy a komáromiaknak és az ide látogatóknak tetszeni fog, és közösen védjük majd a teret, hogy évekig ilyen legyen. A bude sa im to lúbiť, a budeme to spoločne chrániť, aby sme to mali aj zachované, aj na nasledujúce roky, nielen teraz.